Anya? Jó, oké. Azt hiszem, hogy kimegy be. Jó? Jó, oké. Szóval ott kezdődik, hogy... Nem tudom, biztos benne vagyok. Nem? De... megyek Rétság fele. Be kellett mennem venni a láncfűrészhez lánckenőolajat. Ja, egészségetekre. Most fürödtem, meg most jöttem haza az erdőről, úgyhogy cefet fáradt vagyok. Rám fél egy... Nem tudom, mennyire elegáns a bor. Nem szoktam tudni, hogy meddig kell tölteni. Most eddig töltöttem, hogy elegáns legyen, de egyébként valószínűleg, hogyha nem lenne kamera, akkor eddig tölteni. Na mindegy, jó finom rozé. Megyek Rétság felé, lánckenőolajért. És Rétság előtt, aki ismeri a helyszínt, van egy ilyen járdasziget, tehát itt ketté válik az út, pont a benzinkút előtt. És hát ugye ki kell ismerni a motort, hát elestem. De nem volt vészes egyébként, mert pont ahogy így fordultam be a járdasziget mellé, jó, le vagyok húzódva én mindig, meg ugye belenézek a tükörbe, láttam, hogy mögöttem jön egy kamion, meg azt is láttam, hogy figyel rám, de az történt, hogy még annyira nem ismer a motor, de valószínűleg beköpte a gyertyát. Tehát itt az van, hogy az ülés alatt van benzin, meg ugye keveréknek külön tartály, saját magának keveri be, nem tudom, hogy hogyan történhetett, de 50-60 környékén mentem, pont a kamion miatt, hogy ne tartsam fel, minimum, tehát minimum ez volt tőlem a legkevesebb, hogy egy kamion előtt, hogyha látom, hogy jön mögöttem, akkor ugye tartsam a tempót, amennyire csak lehet, és hirtelen leállt a motor. És tehát mondom, még nem ismertem ki teljes mértékben, de azt látom, hogy tiszta pitty-pötty. Tehát szaharai homok, hogyha ez igaz, akkor ez most van rajta. Basszus, mennyi madár van. Mindegy, látom, hogy tele van, éjszaka kint állt itt. Tele van szarahai homokkal. Már az eső is homokos. Ja. Na mindegy, hát buktam egyet. Életemben először estem motorra. A lényege szerintem az volt, tehát leállt a motor. Egyértelmű volt. Egy-két másodpercre blokkolt, tehát 50-60-nal megy az ember, az nem kevés. Tehát nem kell ehhez túlságosan nagy motor. 50-60-as sebességnél is lehet hatalmasakat bukni. Szerencsére észnél voltam, mert ugye a bal kezem mindig a féken van, és ezt leteszem. A jobb kezem meg ugye a gázon, és hirtelen kapok a fékhez, hogyha a probléma van. Tehát ez ilyen egy másodperces jelenség volt, megállt a motor alattam, de volt már ilyen egyébként, mert ugye az van, hogy pillanat, látod? Tehát ez kinyílik. Tehát be van csukva, alapállapotban kiveszem a kulcsot. Berakom, ez eredeti indítója. Egyszer már kezembe maradt. Azt mondja, hogy berakom, benyomom. Egyszer, kétszer, nem, túlment. Faszt, ezért rossz ez. Berakom, benyomom. Egy.
nem mindig jön össze. Nem mindegy, milyen állatban vannak a világításban ilyenek. Neki ilyen hülye gyújtás kapcsolója van. Tehát az egész gyújtás kapcsoló a kezembe marad, hogyha ha, mit tudom én, rosszul veszem a kezembe. Vagy. Tehát ilyenkor elfordítottam, leállítottam, meg benyomom még egyszer, és most kéne kivenni a kulcsot, most kijön a kulcs. De amíg nem ismertem, volt, hogy az egész gyújtás kapcsoló kijött. Aztán vissza is tudtam tenni. Na még egyszer, benyomom, elfordítom, az a leállítás. Igen, egy, ez a leállítás. Kettő, ez a gyújtás. Néha jó. De ilyenkor meg menne is, mert már tíz év már lököl. Jó. Meg állandóan kinyitja ezt. Tehát ide én nem fogok iratot tenni, meg ilyeneket. Ah, lényeg az, hogy mentem récsák fele, lánckenőről lehet venni. És első buktám a motorral. És most nem tudom, hogy pontosan mi történt, mert azt már volt előtte egy leállásom olyan, hogy tehát láttátok a gyújtás kapcsolót, hogy szerintem egy döccenőbe belemehettem, és ugye kiugrott a helyéről, mert ez ilyen nem atombiztos gyújtás megoldás, és szerintem kiugrott a helyéből, megállt a motor alattam, és akkor is elég gyorsan mentem, hát a gyors az 50-60, az mit tesz, mit nem tesz. Mindegy, de furcsa volt. De a récsegre, amikor mentem be, a Járda-szigetnél, ott konkrétan az, hogy belenéztem előtte a tükörbe, láttam, hogy ahogy befordulok, mögöttem van a kamion, húztam neki a gázt, egyszer csak püf, leáll a motor. És az csúnya szó, hogy elestem, mert nem is elestem, hanem szándékosan csináltam. Szándékosan fékeztem, de mivel túl gyorsan mentem, ugye egy-két másodperc, amíg blokkol a motor, addig ugye nem vettem észre, hogy nem forog a kerék, tehát ilyen furcsa volt, majdnem fejre tudtam volna állni, és akkor hirtelen fékeztem, első hátsó fék, ugye ez a hátsó, jól tudom, igen, tehát erre tudok azonnal, tehát hogyha fejre akarsz állni, akkor a hátsó fékkel tudsz ellentartani. Ez történt, tehát ugye ezen mindig így vezetek, tehát rajta van a kezem. És na mindegy, az történt, hogy szándékosan lassítottam le és dőltem el. Tehát az nem igazi elesés volt, de azért elestem. Tehát lefeküdtem a földre a motorral együtt, aztán föl kellett kelnem, megvártam, míg elmegy a kamion. És akkor benéztem az ülés alá, mondom, biztos első gyanúm az volt, hogy kifogyott a benzin. És jól sejtettem, mert ugyan nem jelezte itt, vettem bele vadonatúj aksit, stb., de nem jelezte itt, hogy kifogyott a benzin, de látom, hogy nagyon kevés van benne, és mondom, nem vagyok benne biztos, hogy most jól jelzi, vagy nem jól jelzi, de a lényeg az, hogy bementem a benzinkútra, megtankoltam, és próbáltam beindítani önindítóval is, meg ugye berugó, mert ez működik ugyanúgy, berugóval is, nem indult be. Hát haza kellett, hogy toljam. Senkinek nem kívánom az élményt így a hegytetőn át, tehát ilyen emelkedőkön, földúton, mit tudom én mi. De próbáltam többször is megállni és beindítani, mondom, hátha érted, hát visszamegyek lánckenőért, hogyha beindul. Nem indul, hazáig kellett, hogy jöjjön, sőt, tehát ugye a hegytetejéről már leereszkedtem vele így simán üresbe, gurulva, aztán itt hagytam. Másnap reggel jövök ide, és ez történik, hogy kíváncsi voltam, hogy beindul, hát elsőre beindult. Túlfordítottam, bassza meg. Kiveszem a kulcsot, jó? Nem szeretem ezt a gyújtás kapcsolót, tehát nincs fix állása. Túl tudod fordítani egy pici mozdulattal. Benyomom, ez a leállítás. Ez a gyújtás. Jó. Néha nem értem.
Meg kell szoknom. Nagyszerű. Leállítás. Jó, hát most sikerült. Meg kell szoknom. Volt olyan, hogy mentem vele, és nem bírtam leállítani, mert ugye körbeforog. Folyamatosan körbeforog a kulcs. Hiába nyomom be, meg akkor is körbeforog. Az egész ilyen gyújtás szerkezetet ki lehet venni a kezembe, hogyha nagyon akarom. Szóval az a lényeg, hogy a kis traktoromat is kiismertem már, nem tudom mennyi ideje van nálam, több mint egy hónapja. Ugye ez meg egy pár napja. Eleve le akartam cserélni a tükröt. Bementem, meg kaptam egy másikat, annak meg kisebb a csavarja. Á, mindig van valami, mindig szarik az ördög valamit. A lényeg az, hogy buktam vele egy akkora átértet, hogy jó, hát a... Ez old, ezt most nem mutatom meg, itt pici, apró elemek hiányoznak. De basszus, nagyon pörög, mint az apja faszol. Tehát ilyen 60-nal lehet vele menni simán. Sőt, hogyha ki van húzatva, sima egyenes úton, eléri a 70-et, tehát mutatja a 70-et is. Meg érzem, hogy nagyon gyorsan megy, és ez egy 50 köbcentis motor, mint a lázfűrész általában. Mit akartam mondani? Azt, hogy első bukásom volt, első ilyen veszélyes helyzetem, meg kellett oldanom, volt rá egy pár másodpercem, mondjuk 2-3. Mert ugye belenéztem a tükörbe, láttam, hogy kamion van mögöttem, egyszerűen püf! Tehát az érzés, amikor így érted, fejreállsz, érzed, hogy fejreáll a motor, mindjárt rá kell húzni, és ez volt a hátsó fék, akkor ez visszafogja, és akkor rögtön rá kell kapni az első fékre, és kikormányozni az úton kívülre, és ott eldőlni vele. Mert ott nincs más választás. Különben átmegy rajtad egy kamion. Hát neki nem hiszem, hogy lett volna annyi ideje, hogy megálljon. Na mindegy, szokni kell ezt a motort, meg mindegy, az, hogy na, ja, megvan. Nem volt nálam semmiféle szerszám, tehát hazatoltam, másnap reggel beindítottam, láttam, megy. Jó, akkor mondom, megkeresem, hogy hol van a gyertyám, mert biztos voltam benne, hogy beköpte a gyertyát, csak közben kiszellőzött, vagy a tököm, nem értek a motorokhoz ennyire. És itt az ülés alatt volt egy ilyen domború valami, hát ott nincsen gyertya. Itt ezt a műanyagot meg rohadt bonyolult lebontani, van körülbelül, nem tudom, 15 féle csavar rajta, meg egy ilyen húzóka, meg stb. Valószínűleg itt lesz a gyújtógyertya. Meg kell, hogy nézzem, milyen gyújtógyertya van benne, közben kikapcsolom. Milyen gyújtógyertya van benne, vinni velem magammal egy tartalékot, meg stb. Nagyon nehéz napom volt. Ne essetek el motorral, meg semmi ilyesmi. Ne érjen benneteket baleset. Nekem sikerült megúszni, életem első ilyen esése volt. Köszi!